Következő műsor megtekintése 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a téma. Politikai nagyüzem volt ma a parlamentben. Hiába tüntettek ellene hónapokon keresztül, ma elfogadták a státusztörvényt. Adásunk nagy részében ezzel foglalkozunk, és most nézzük a részleteket. Magasabb óraszám, kevesebb önállóság, kedden elfogadták a bosszú törvénynek nevezett a tanárok jogállását megváltoztató státusztörvényt a kormánypártok. Skype-on kapcsoljuk Tordai Bencét, a Párbeszéd zöldek alelnökét. Reggel óta diákok tüntettek a parlament mellett a Kossuth téren. Élőben kapcsolunk a helyszínre, ahol Kis Gergővel, az Egységes Diákfront aktivistájával beszélgetünk. 40 ezer forinttal emelkedik a doktorandusz hallgatók ösztöndíja a Szegedi Tudományegyetemen, így kezdő ösztöndíjként 140 ezer helyett 180 ezer forintot kaphatnak a PhD hallgatók. Igaz, ez még mindig messze van a Momentum törvényjavaslatában szereplő 232 ezer forinttól. Vendégünk a stúdióban Halász Noémi, a Momentum szegedi alelnöke. A Fidesz ma nemet mondott a jövőre. Így összegezte véleményét a státusztörvény elfogadásáról a Jobbik. A kormánypártok szerint viszont az ellenzék nem akarja, hogy a pedagógusok akár 800 ezer forintot is keressenek, ezért szavaztak az új pedagógus életpálya modellről szóló tervezet ellen. Már most több szervezet, köztük a Momentum és a köztársasági elnökhöz fordult, hogy ne írja alá az úgynevezett bosszú törvényt. Sötét nap ez a mai, ami minden bizonnyal a magyar oktatás szétverésének napjaként fog bevonulni a történelem könyvekbe. Hiába tiltakoztak tanárok, diákok, szülők hónapokon keresztül egy élhetőbb oktatásért, önök ezt mind semmibe vették, hisz a mai nap át fogják tolni az országgyűlésen a bosszú törvényt. Így kezdte felszólalását a státusztörvény megszavazása ellen Bedő Dávid, a Momentum országgyűlési képviselője. Ezután hosszasan sorolta a kormány bűnrajstromát. Bedő felszólalására a fideszes Dömötör Csaba azzal reagált, hogy az ellenzéknek inkább a magyar emberek érdekeit kellene nézniük. Az ülésnap legkreatívabb mozzanata az volt, amikor Tordai Bence és Szabó Rebeka a Párbeszédtől elégtelen bizonyítványt osztott az Orbán kormánynak. A mai szavazás megelőzően, június 16-án közel 18 órán keresztül vitáztak a képviselők a pedagógusok életét teljesen átalakító státusztörvényről. Akkor Marozsa Zoltán azt mondta, hogy a tervezet csupa jó dolgokról szól, és szerinte senki nem kerül a jelenleginél kedvezőtlenebb helyzetbe. A köznevelési államtitkár megerősítette azt is, hogy lesz béremelés. A sávos bérstruktúra kialakítása azért is fontos, mert az Európai Bizottsággal kötött megállapodás szerint is a következő időszakban több lépcsőben jelentős billemerésre kerül sor. Ennek ellenére a szavazásra bocsátott végleges tervezet semmilyen garanciát nem tartalmazott a béremelésre, de azt leszögezi, hogy az új rendszer teljesítmény alapú és bérsávos lesz. Ezen kívül 24 órában rögzíti a kötelező óraszámot, a tanév július 15-éig meghosszabbítható, a pedagógus átvezényelhető a tankerületen belül más településre. Itt annyi engedményt tettek, hogy egy nap 3 óránál többet nem utazhatnak oda-vissza. A törvény azt is rögzíti, hogy megszűnik a pedagógusok közalkalmazotti jogviszonya. Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője szerint ez a törvény egyáltalán nem nevezhető státusztörvénynek. Ez egyszerűen bosszú törvény. Felháborító emellett, hogy semmilyen érdemi egyeztetés nem történt a törvénytervezet kapcsán. A társadalmi egyeztetést a kormány úgy képzelt el, hogy egy 150 oldalas törvénytervezetnek egy hetet adnak arra, hogy a szakmai szervezetek és a szakszervezetek véleményezzék, utána pedig nagy részt az általuk gründolt nemzeti pedagógus karral voltak csak hajlandóak egyeztetni. A szavazás 11 óra körül kezdődött, és legalább fél tucat törvényt fogadott el a kormánypárti többség. Közöttük a 2024-es költségvetés főbb számait és két szavazással a státusztörvényt. A pedagógus életpálya modellről szóló törvényjavaslat minősített többséget igénylő részeit 134 igen, 60 nem szavazattal tartózkodás nélkül, míg az egyszerű többséget igénylő részeit 136 igen, 58 nem szavazattal tartózkodás nélkül fogadták el. A státusztörvény tehát 2024. január 1-től hatályba lép. Szabó Sándor szegedi országgyűlési képviselő szerint most már nincs következő lépés. A következő lépés az az lehet, hogy egy teljes alternatív
a pedagógusok, illetve az oktatási rendszert megreformáló törvényt kell majd létrehozni, de ez sajnos ettől a kormánytól már majd nem várható el. Nyilván ez egy újabb kormány feladata lesz, hiszen, mint mondtam, az elmúlt 12, most már 13 év alatt, amióta 2010 óta a Fidesz kormány az oktatási rendszer színvonalán folyamatosan romlik, és hát ez a törvény nem javított volna, hanem tovább rontott ezen a helyzeten. Kerestük Szeged másik országgyűlési képviselőjét, a KDNP-s Mihálfi Bélát is, aki a szavazás alatt biztosan az ülésteremben volt, hogy megismerjük a véleményét, de megkeresésünkre nem reagált. A törvény elfogadása után a belügyminisztérium is kiadott egy közleményt, amiben ismét megerősítik, hogy jelentős béremelés csak akkor lesz az iskolákban, ha megérkezik a jogállamisági eljárás miatt visszatartott uniós pénz. Donát Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője, közösségi oldalán jelentette be, hogy a státusztörvény elfogadásáról tájékoztatta az Európai Bizottság elnökét. Szerinte ugyanis a törvény sérti az uniós alapelveket, és ezt a bizottság nem hagyhatja szó nélkül. Most pedig kapcsoljuk Tordai Bencét, a Párbeszéd társelnökét. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok, üdvözlöm a Szeged TV nézőit! Láthatok az előző összefoglalóban, hogy önök bizonyítványt adtak a kormány tagainak rengeteg elégterennel, viszont egyetlen egy volt ezek között, ahol viszont kitűnőt kaptak és kitűnőre értékelték a tevékenységet, ez pedig az, önöket idézem, az agyatlan, aljas bosszú törvény agresszív végrehajtása. Ugye nagyon régóta bosszú törvénynek nevezik ezt, sokan azt mondják, hogy azért született meg, mert mondjuk polgári engedetlenkedni mertek, a tanárok megdemonstrálni mertek. De azért mégis itt nagyon-nagyon kockázat, hogy hogyan fog működni a közoktatás szeptembertől, hány tanár hagyja el emiatt a pályát. Hogy ön szerint, tudom, hogy a kormánytól kéne kérdezem, de erre nincs lehetőségem, ön szerint hogyan vállalhat ekkora kockázatot egy kormányzat? Szerintem nem vállalhat egy kormány ilyen kockázatot. Azon gondolkoztam nagyon sokat, hogyha én dolgoznék most pedagógusként, akkor mit tennék, és a menni vagy maradni dilemma az rettentően súlyos. Tehát talán kevesebb szó esik arról, hogy milyen szakmai korlátozások sújtják mostantól a pedagógusokat, az, hogy a tantestület gyakorlatilag semmilyen szakmai programba, de még gyakorlatilag az iskola házi rendjébe vagy éves programjába sem szólhat be, vagy nem dönthet legalábbis ezekben a kérdésekben, illetve hogy a politikai vélemény nyilvánítását munkaidőn kívül is korlátozzák a pedagógusoknak. Az egyéb felsorolt elképesztő merényleteken kívül tényleg szerintem sok ezreket fog arra indítani, hogy a továbbra sem emelkedő bérek mellett most már ne tartsanak ki tovább a közoktatásban. Hiába tartoznak felelősséggel a diákjaikért, egy idő után nem lehet szerintem önkizsákmányolásra építeni egy teljes társadalmi alrendszert, és azt hiszi a kormány, hogy sokáig húzhatja a húrt, nem fog elpattani, nagyon sokaknál most biztos, hogy elszakad a célna. Ön szerint mi a legsúlyosabb ebben az egész törvényben? Ha nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni, tulajdonképpen kettő csoportra tudom az intézkedéseit, két csoportot tudom csoportosítani. Az egyik az az, amelyik a teljes oktatási rendszer működését befolyásolja. Tehát például mennyi a kötelező óraszám, hogy most már meghatározhatják azt is, hogy például a szabadon úgymond felhasználható óraszámokat is, vagy munkaidőkeretet azt is az iskolában kell tölteniük. Tehát nagyon sok ilyen van, ami az oktatási rendszer egészét határozza meg, és akkor emellett van egy az intézkedéseknek egy olyan nagy csoportja, ami talán azt lehet mondani, hogy a személyes megfélemlítést szolgálja. Itt például ugye az, hogy nem mondhatják el a tanárok a véleményüket az oktatási rendszerről, vagy például az, amit kiderült, ugye, hogy nagyon-nagyon korlátozzák azt, hogy mennyi végkielégítést kaphatnak. Ha valaki hajlandó aláírni ezt az új törvényt, akkor például 20 évnyi munka után 8 havi végkielégítést kap. Ha nem írja alá ezt a törvényt, akkor nem 8 havit, hanem 2 havit. Tehát ez már egy egészen más kategória, ami a saját egzisztenciális biztonságát veszélyezteti a tanároknak. Szóval melyik az erősebb? Én azt gondolom, hogy ugyanabból a logikából fakad mind a kettő, fel akarják számolni a pedagógusoknak az autonómiáját. Ez részben egyéni, részben pedig kollektív autonómia. Igen, most már arról sem dönthet, hogy hol javítja ki mondjuk a dolgozatokat, hogy hazaviszi el, hogy mondjuk ellássa a gyerekét délután is este javít dolgozatot, nem, még azt is meg akarja mondani a rendőrminiszter és rajta keresztül a kormány, hogy bizony neki ott kell ülni egész nap az iskolában, akkor is, hogyha ezzel nem tesz hozzá semmit a szakmai munkához. És ahogy mondtam, a kollektív szabadságot is elvették a tantestületektől, tehát mostantól azt, hogy mit taníthat,
nem csak az, hogy hol és hogyan, abba sincsen beleszólása. Tehát végső soron ez annak a vezénylős logikának a kiterjesztése a pedagógus társadalomra, az egész hazai oktatási rendszerre, amit egyébként láttunk már a szintén a belügyminisztérium aláterelt egészségügyben is. Ott is nagyon, nagyon komoly ellenállás és feszültség volt abból, hogy gyakorlatilag egy ilyen parancsuralmi rendszert építettek ki. Azt gondolnám, hogy a pedagógusokat ez még inkább sújtja, vagy még nehezebben fogják viselni, és ezért várhatóak a nagy arányú felmondások. Korábban ugye azt jelezték a pedagógusok, nagyjából 5000-en jelezték azt a szándékukat, hogy ha elfogadják ezt a státusztörvényt, akkor ők fel fognak mondani. Ön szerint reális ez a szám? Elképzelhető, hogy valóban lesznek ennyien? És ha igen, akkor mit lehet modellezni, mekkora problémát fog az okozni? Mert így is ugye hiányzik 16000 pedagógus a rendszerből, akkor ez 20000 fölé nőne ez a szám. Viszonyítva a 140000-es összlétszámhoz ez azért már nagyon súlyos problémát jelent. Ráadásul itt különösen a szaktanárokban van hiány, és a státusztörvény, a bosszú törvény ebben is újat mutat, hogy megkönnyíti a nem szakmai helyettesítések rendszerét, a más iskolából való helyettesítő tanár kirendelését, a helyettesítés mint munkának a díjazását csökkentési tovább. Tehát, hogy felkészülnek arra, hogy igen, a gyerekeknek nem lesznek szaktanárai, egyre gyakrabban fog előfordulni az a helyzet, hogy nem megfelelő szakos tanár tanítja majd a tárgyat, egyre inkább gyerekmegőrzővé silányulnak az iskolák, egyre alacsonyabb lesz a közoktatás színvonala, és hát látható, hogy nem csak a politikailag tüzelt véleményalkotás várja azt, hogy sokan fogják otthagyni a pedagógus pályát. Egy magyar nagyvállalat már meghirdette a pedagógus átképző programját, és lehet menni biztosítási ügynöknek, nyilván sokkal többet fognak keresni, mint pedagógus. A törvény elfogadása után a Fidesz-KDNP kiadott egy közleményt, amely úgy szól, hogy a mai szavazáson kiderült, hogy a baloldal nem csak az Európai Parlamentben, hanem a magyar parlamentben is megtesz mindent az ellen, hogy a pedagógusok 800000 forintot keressenek, heti 24 órát tanítsanak, és 10 hét szabadságot kapjanak. A ma elfogadott új életpálya törvény mindezt garantálja a pedagógusok számára. Ezt a kommunikációt halljuk hónapok óta egyébként a kormányzattól, és nyilván a papír egyébként mindent elbír, de tegyünk rendet. Tehát amit itt írnak, hogy önök nem fogadták el a törvényt, tehát nem akarják, hogy 800000 forintot keresen egy pedagógus. Ebben a törvényben hol szerepel az benne, hogy mennyi béremelést kapnak, és mikor lesz ez 800000 forint, meg mitől lesz? Ebben a törvényben az szerepel, hogy pedagógus egyben bruttó 410000, pedagógus kettő besorolásban pedig bruttó 430000 forint az a minimális bér, amit meg kell adni, és az egy másik törvényben szerepel, hogy ténylegesen mennyit fognak kapni a pedagógusok, mégpedig a költségvetésben, amiről most pénteken fogunk majd szavazni, és ami alapján nemhogy 800000, de 500000 forint sem lesz a pedagógusoknak a bére, úgyhogy jó lenne, hogyha ezt a full kamut ezt végre abba hagynak. Tudom, hogy az ismételgetés sokakban valamiféle hitelességet kelthet, de azért legyünk már egy kicsit racionálisak, olvassuk el, hogy mi van a törvényben. Egy nagyon széles sávhatár van, 410000-től több mint 1 millióig terjed az első kategóriának a sávhatára, és az van a szabályokban, hogy amennyi pénz van, annyit fizetnek ki, és akkor ahhoz, vagy azt el lehet osztani persze nem sokféleképpen, de hogyha minden tanárnak a kategória aljára való pénzét utalja csak oda a tankerületnek a költségvetés, akkor onnantól kezdve nincs mit tenni, úgyhogy ez nem a baloldal ármánykodása, hanem ez a Fidesz törvénye. Ugye ismerjük a kormánypártoknak ezt a kommunikációját, valóban sokszor elmondják, és akkor már egyre inkább igaznak tűnik, amit mondanak, de itt tényleg egész egyszerűen beleírtak olyat, hogy ez a törvény arról szól, ami egész egyszerűen nincsen benne, tehát ez tényszerűen nem igaz. Önök, mint ellenzéki pártok, tényleg mit tudnak tenni annak érdekében, hogy az emberek ne ezt a kommunikációt higgyék el, ami nem igaz? Például nagy örömmel teszünk eleget a televíziók meghívásán, és elmondjuk minden lehetséges fórumon, de azért a szerencsére a pedagógusok, az érintettek, azt pontosan látják majd a saját fizetési papírjukon, hogy vajon ősztől 800000 forint lesz-e ott az átlag a tantestületben, és azt is pontosan tudják, hogy ezt a béremelést, amire nagy szükség volna, és ami egyelőre reálbér csökkenést jelent a pedagógusoknak az idei évre, azt nem Brüsszeltől kell várni, minden tisztességes ország azt
hazai költségvetési forrásokból tudja biztosítani. Az egy kivételes alkalom, hogy egyébként a helyreállítási alapból bizonyos pénzeket lehetne akár bérfejlesztésre is költeni, de hogy erre nem lehet berendezni egy költségvetést. Egyszerűen az van, hogy egyre inkább fogy a pénz, és azt a keveset is másra tapsolják el. A kormánynak eszeágában sincsen pedagógus béremelésre komolyabb összegeket elkülöníteni, és nyilván mindig jó egy áldozati bárányt, vagy egy bűnbakot találni, legyen az Brüsszel, Soros, vagy éppen az ellenzék, nem miattuk, hanem a kormány, illetve az országgyűlési többség döntései miatt nem fog nőni ebben a pedagógusok bére. Hát nyilvánvalóan nagyon érdeklődve várjuk azt, hogy mi történik majd szeptemberben, meg mi talán érdeklődve, de ugye vannak nagyon sokan, akik szorongva, akár például a szülők, akik nem látják biztosítottnak, hogy milyen oktatást kapnak majd a gyerekeik. Biztos, hogy fogunk majd még beszélgetni a témáról. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszontlátásra. Viszontlátásra. És ezzel a témával folytatjuk, ma még beláthatatlanok a státusztörvény következményei, hogy hány pedagógus hagyja el a katedrát, ezt mondták az általam megkérdezett tanárok és szakszervezeti vezetők. A diákok ma a törvény elfogadásának idejére demonstrációt szerveztek a Kossuth térre. Az elsős időben ma délelőtt a vártnál kevesebben gyűltek össze a parlament előtt az Egységes Diákfront felhívására. Amíg bent az országgyűlés kormánypárti többsége megszavazta a státusztörvényt, a kintiek jégkockákból rajzolták ki a jövő szót, amely itt a szemük láttára olvadt el. A pedagógusok jogállását alapvetően meghatározó jogszabályt a kormány valódi egyeztetés és kompromisszumok nélkül fogadtatta el. Pedig a tanárok, diákok és szülők egységben tiltakoztak ellene. Igazából az, ami a leginkább elkeserít mindenkit, az a kilátástalanság, és a kilátástalanságról rengeteg szó esik itt a Kossuth téren, mivel hát ugye azok a pedagógusok, illetve diákok, akiket közvetlenül fog érinteni a bosszú törvény, azok nem tudják, hogy mihez kezdjenek, illetve mi vár majd rájuk. A PDS azt tervezi, hogy a törvényt az Alkotmánybíróság elé, és később a nemzetközi fórumok elé viszi. Szerintük ősztől nagyon sokan fogják érezni a törvény következményeit, és sok pedagógus fogja elhagyni a pályát. A tanév elején a szülők és a diákok is egyre inkább fogják érzékelni a törvény hatását. Nem hiszem, hogy lesz olyan intézmény, amelyik úgy tudja kezdeni a tanévet, ahogyan azt eddig meg tudta tenni. Tehát nyilvánvalóan csoportbontások szűnnek meg, olyan foglalkozások, illetve olyan különböző programok, amelyeket az intézmény eddig szervezni tudott, amelyeket létszám hiányában nem fog majd tudni megszervezni. A törvény jó része csak 2024. január 1-től lép hatályba. Az órakeret 24 órára emelése viszont már szeptembertől. Ennek következtében a nyár folyamán minden iskolában új tantárgy felosztást kell csinálni, ami nagyon nagy munka, és emiatt az órarend is bizonytalan. Az is bonyolíthatja a helyzetet, hogy a tanév megkezdése után kell a tanároknak jelezni, ha nem akarnak új státuszban dolgozni. Egy jövőellenes, egy gyerekellenes, tanárellenes, egy társadalomellenes törvény elfogadásáról van szó, ami a tanároknak föladja a leckét. De az egész társadalomnak is. És aki csöndben volt eddig, vagy nem állt a tanárok mellé most már a több mint 2 éves küzdelmükben, azok viseljék ezeket a terheket. Azt, hogy hányan hagyják ott a pedagógusi pályát a törvény miatt, ma még nehéz megjósolni. Sajtóhírek szerint azonban már eddig is 5000-en helyezték letétbe a felmondásukat. Most pedig kapcsoljuk Kis Gergőt, az Egységes Diákfront aktivistáját, aki a Kossuth térről jelentkezik be hozzánk. Jó estét, szervusz! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Láthatok itt a délelőtti eseményeknek az összefoglalóját. Most mi a helyzet? Történik-e még bármi, vagy igazából véget értek már a demonstrációk? Várakozásainkkal ellentétben még elég sokan vagyunk itt a Kossuth téren, és vannak itt a tüntetők, ahogy mögöttem is látható. Jelenleg körben ülnek, sokan beszélgetnek, próbálják feldolgozni azt, ami a délelőtti órákban történt, illetve kellemes hangerőn szólnak a különféle zeneszámok is. Milyen a hangulat ez alatt? Azt értem, hogy van-e letargia, hiszen most jutottunk el arra a pontra, hogy nincsen tovább. Jó, persze még lehet, hogy a köztársasági elnök nem írja alá a törvényt, de ugye ilyet nem nagyon szoktunk látni. Tehát érezhető-e a levertség, hogy hát eddig harcoltunk, de hát mégis megtörtént ez, vagy nincs levertség, mert hát nem nagyon volt kérdés, hogy nyilván meg fogják szavazni?
abszolút érezhető a letargia, mert mindazok ellenére, hogy a józanész azt diktálta, hogy itt a mai napon meg fogják szavazni ezt a törvényt, illetve már tudtuk a kezdeténél is, hogy az az esélyesebb, hogy ezt a törvényt megszavazzák. Ennek ellenére is érezhető a letargia, de az is érezhető, hogy nem akarják itt feladni se azok a tanárok, akik ide kijöttek, se a diákok, illetve a szülők, szimpatizások se. Szóval abban biztosak lehetünk, hogy nem ez lesz az utolsó tüntetés itt a Kossuth téren. Pont ezt akartam kérdezni, mi az, hogy nem adják fel? Tehát folytatják a tüntetéseket, de mi lesz azoknak a célja? Hiszen ezek után már mi lehet a cél? Több célja is van, ugye a mi követeléseink nem változtak. Ugye továbbra is a státusztörvény vagy bosszú törvénynek az eltörlése a cél, illetve van egy hétigenes népszavazása az Egységes Diákfrontnak, egy népszavazási kezdeményezése, és ebben nagyon határozottan kérdések bele van írva azt, hogy mit szeretnénk elérni. Szóval ezekért küzdünk továbbra is, és ezek lesznek a céljaink. Lehet-e már konkrétumokat tudni, hogy milyen akciókkal készültek? Konkrétumok egyelőre nincsenek, ugye az Egységes Diákfront most egy igen komoly hálózatépítés közepén áll, illetve egy megújuláson megyünk keresztül. Erre azért van szükség, hogy minél több embert tudjunk megszólítani, mert látjuk azt, hogy a tavaszi és az őszi tüntetés hullám sem volt elég arra, hogy meggyőzzük a kormányt, illetve a fideszes politikusokat arról, hogy a jelenlegi oktatáspolitikájuk rossz és nem működik. Így minél nagyobb erőt akarunk képviselni, és ezért megyünk egy teljes megújuláson keresztül. Most még a következő napokban, ameddig ugye a köztársasági elnöknek ideje van és lehetősége van arra, hogy aláírja, vagy esetleg visszaküldje a parlament elé a törvényt. Most még addig lesz-e nagy vonulás, nagy akció? Ugye azért több ilyet láttunk már, amikor ugye a Sándor Palota teré vonultak több ezren, akár diákok is több ilyen témájú tüntetés volt, hogy ne írja alá a köztársasági elnök. Most még itt láttok egy olyan pár napot, amikor még nagyon megéri küzdeni, mert hát ha esetleg lesz valamilyen hatása. Én ugye csak az Egységes Diákfront nevében tudok beszélni, és mi nem tervezünk demonstrációt az elkövetkezendő napokra, illetve semmilyen vonulást. Ennek a több oka is van, viszont más szervezetek lehet, hogy terveznek, erről nincsen tudomásom. Mondtad, hogy ti nem terveztek, és ennek több oka is van. Miért nem? Mik ezek az okok? A legnagyobb ok, hogy tapasztalataink alapján ilyenkor nyáron nem mozgósítható annyira sem a diákság, se nem a támogatók arra, hogy kijöjjenek demonstrálni, és azt pedig nem szeretnénk, hogy aláássunk egy tüntetési hullámot úgy, hogy közben semmi jelentős tömeget nem tudunk felmutatni. Inkább készülünk az őszre, ahol viszont nagyon nagy dolgokkal is készülünk. Tehát akkor most úgy lehet összefoglalni, hogy lesz egy kisebb szünet, úgymond, nyári szünet, ilyen, tehát politikai értelemben is nyári szünet, meg egyébként is ugye formálisan is nyári szünet, és akkor majd szeptembertől lesznek újabb akciók. Remélhetőleg ez így lesz, igen. Nagyon köszönjük Kis Gergő a bejelentkezésedet, köszönjük szépen, minden jót, szervusz! Köszönöm, szervusz! Most pedig már itt van mellettem a stúdióban Halász Noémi, a Momentum szegedi alelnökkel. Több témáról is fogunk beszélgetni. Egyrészt például sikerült elérniük Szegeden, hogy a PhD hallgatók ösztöndíját megemeljék, de hát azért nyilván a státusztörvényről is beszélgetünk még. Jó estét, üdvözlöm! Jó estét! Ugye a Momentumnak is, kezdjük a státusztörvénnyel még egy picit, hogy azért folytassuk ezt a témát. Ugye a Momentumnak is voltak országosan akciói, a Fidesz irodák elé felfújták azt, hogy jövőgyilkosok. Mi értelme egy ilyen akciónak tulajdonképpen? Ugye törvényt elfogadták, ez csak egy jelzés az emberek felé, vagy miért döntenek az ilyen akciók mellett? Szerintem fontos az, hogy ne hagyjuk annyiba, bármi történik. És azért ez most egy hatalmas gyomronrugás volt, nem csak a tanároknak, a diákoknak, igazából szerintem gyakorlatilag minden magyar embernek, hiszen a diákok, a gyerekeink jelentik a jövőnket. Uh-huh. És hogyha annyival elfogadjuk, hogy elfogadták, akkor nem tudunk mit tenni, akkor azzal saját magunkat áruljuk el. Ezekkel az akciókkal legalább néhány embernek fel tudjuk hívni a figyelmét arra, hogy itt a Fidesz iroda, ők mit csináltak, ők tehetnek róla. Szóval szerintem ezek nagyon fontos akciók, mikor nyilván ettől nem is fog megváltozni a világ. Persze, nyilván valóan jelzés értékűek. Még amit mindenképp meg akartam kérdezni öntől, pártárs ugye Donát Anna a mai nap folyamán levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent az Európai Bizottság
elnökét arról, hogy a parlament elfogadta ezt a bizonyos státusztörvényt, és ő azt írta közleményében, hogy szerint ezt nem lehet ennyiben hagyni, már csak azért sem, mert hogy az Európai Alapjogi Kartának az elveivel ellenkezik. Ön szerint el lehet ilyenekkel érni bármit? Hogy ezt sokszor szokták mondani, hogy picit hibája talán az ellenzéknek az, hogy mindig Brüsszeltől várja a megoldást. Szerintem mindenképpen minden létező formában próbálkozni kell. Brüsszel erre egy ilyen formátum. Ugye mi már hetek óta kint vagyunk az utcákon is, szintén országszerte petícióra gyűjtünk aláírásokat, mert Donát Anna az Európai Bizottsághoz fordult ugyanebben a témában. Igazából az a célunk, hogy a státusztörvényt vonják vissza, ugye most már, hogy elfogadták, akkor ezt vissza kell vonni, a pedagógus béreket ugye emeljék meg, és azt is érjék el, hogy a teljes reformálása, megreformálása az oktatásnak úgy történjen, hogy bevonják a szakértőket. Na most mi ezt a három dolgot szeretnénk a Fidesztől, és azt szeretnénk, hogyha az európai pénzek kifizetése ezekhez is hozzá lenne kötve. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy az EU-s pénzekkel valamennyire lehet hatni a kormányra, mindenképpen meg kell próbálni. Itthon is nyilván, amivel tud az ember próbálkozik, de azért az EU-s pénzekre nagy szüksége van a kormánynak, főleg most, hogy ugye ilyen rekord hatalmas infláció van és gazdasági problémák, szükségük van erre a pénzre. Bízunk benne, hogy hát, ha esetleg így a pénz ígéretével megváltoztatják az eddigi cselekedeteiket. Ugye ezek, amiket mond, nagyon-nagyon lassan, nehezen végigvihető folyamatok, és akkor van egyébként egy ellenzéki párt cselekedeteinek egy olyan csoportja, ami sokkal egyszerűbb, ahol helyi ügyeket oldanak meg, és ott egyébként könnyebb is azt mondani, hogy na, elértünk valamit. Hát önök itt a Momentum Szegeden elérted nagyon fontos dolgot, méghozzá azt, hogy a PhD hallgatók ösztöndíja emelkedik. Meséljen nekünk konkrétan, hogy tudták ezt elérni, és mit jelent ez egészen pontosan? Hogy tudtuk elérni, ez egy nagyon régóta húzódó folyamat. Mielőtt arra, hogy mi hogy értük el, rátérnék, azt szeretném elmondani, hogy a PhD hallgatók évek óta tényleg minden létező formában próbáltak párbeszédet kezdeményezni, akár a helyi vezetőséggel, akár a kormánnyal, nem történt semmi. És akkor nyilván ezek után döntöttünk úgy, hogy akkor próbáljunk meg mi adni egy extra lőketet ennek a dolognak. Első körben nyilván tudtuk, hogy gond van, de szerettük volna felmérni és egy konkrét számokat mutatni, hogy mekkora az elégedetlenség. Ugye emiatt február legelején tartottunk egy felsőoktatási fórumot, utána felmérést végeztünk, amik mindig igazolták ugye ezeket a problémákat, és két fronton szerettünk volna elindulni. Az egyik front az volt, hogy a parlament elé terjesztettünk egy határozati javaslatot, amitől azt reméltük, hogy ha a kormány ezt elfogadja, akkor a PhD hallgatóknak az ösztöndíját meg fogják emelni, és fixálják azt a minimálbérhez, hogy ugye értékálló is legyen. Miután nyilván sejthető volt, hogy mi fog történni az ellenzékiek által beadott határozati javaslattal, az, ami mindig lesöpörték az asztalról, gyakorlatilag vita nélkül. Emiatt a másik út, amin szerettünk volna elindulni, az pedig az volt, hogy helyben akkor a szenátustól és a kuratóriumtól várjunk erre valamilyen jellegű megoldást. Nyilván pont emiatt levélben kerestük fel a kuratórium elnökét, leírtuk a problémát, hogy miért szeretnénk, hogyha ezen változtatnának, leírtuk, hogy mi konkrétan mit javaslunk. Mi azt javasoltuk, hogy minden hallgatónak alanyi jogon járjon emelés. Tehát ez volt az egyik főpontja ennek. Illetve szerettük volna, hogy a PhD hallgatók munkavállalási körülményei egy picit tisztázódjanak, hogy vállalhatnak munkát, hogy nem vállalhatnak munkát. Úgyhogy ezen az irányvonalon indultunk el. Ugye ekkor semmilyen jelen nem volt annak még, hogy bármelyik egyetem bármit tervezne, hanem miután mi ezt a levelet megírtuk, nem sokkal később nekem válaszolt a kuratóriumi elnök, hogy telefonon egyeztessünk, beszéljük meg, egyszerűbb, mint e-mailben. Telefonon átbeszéltük igazából ugyanezeket, egyetértett velünk, hogy ez valóban probléma, nyilván ő is, mint témavezető tapasztalja ezeket a gondokat, és ígéretet tett arra, hogy ezt meg fogják oldani itt helyben, ahogy ők tudják. Bocsánat, hogy közbevágok, csak egy gyors kérdés, megjegyzés.
hogy ugye beszélt Szabó Gáborral, a kuratórium elnökével, és akkor, ha jól értem, tulajdonképpen egy nyitottságot tapasztalt első perctől kezdve, holott mondjuk itt a hatalmi viszonyokat a tekintjük, hát igazából lesöpörhette volna az önök kérését az asztalról, de akkor ezek szerint maga a hozzáállás, meg az a szándék, hogy valahogy oldják meg ezt a dolgot, akkor ezek szerint pozitív volt. Igen, én azt gondolom, hogy igen, és szerintem ebben nagyon nagy szerepe volt annak, hogy nem úgy fordultunk hozzájuk, hogy vagdalkozva, durván, hanem tényleg érvek mentén, észérvek mentén, teljesen kulturáltan, normális emberi hangon próbálkoztunk mi is. És szerintem ez nagyon sokat jelentett abban, hogy végül is sikerült egy ilyen párbeszédet kialakítani. És akkor pontosan, amit elértek, ugye az, hogy megvan az összes hallgató által, megvan az alapösztöndíj, amit mindenki megkap az országban, és akkor ehhez a Szegedi Tudomány Egyetemen kapnak kiegészítő ösztöndíjat, ugye? Jól így értem. Van. Milyen összegekről beszélünk? Ugye az alapösztöndíja 140 ezer az első két évben, és 180 ezer a második két évben a PhD képzés alatt. Most ehhez négy kategóriája van ennek a ösztöndíj csomagnak. Az egyik kategóriája az plusz 40 ezer forint. Ezt elméletileg annyi főre hirdetik, ahány PhD hallgató van, tehát bár pályázni kell rá, elméletileg ezt mindenki megkaphatja. Tehát ugyan nem alanyi jogon jár, valamit tenni kell, de ha mondjuk, nem tudom, 150 hallgatóról van szó, akkor van 150 hallgatónyi keretösszeg. Igen, annál valamivel többről beszélünk, jó, de igen, nyilván. Elméletileg ez így lesz. A többi kategória is pályázós, ezek nagyobb összegek, 60 és 90 ezres kategóriák vannak. Itt számít azt, hogy hány cikke van például egy PhD-snak, milyen konferenciák, tehát abszolút szakmai alapú ez a kritériumrendszer, ami alapján majd kiosztják ezeket az ösztöndíjakat. Végülis ezzel, hogyha valaki mondjuk a 90 ezres pluszt megkapja, akkor egy egész szép ösztöndíjhoz juthat. Ami probléma ezzel, hogy ezt ők most adják. Nem feltételezem, és tényleg nem szeretnék semmi ilyen negatív dologba belemenni, de ez bármikor visszavonható. Tehát a hosszú távú megoldás az csak az lenne, hogyha államilag a nem, kormány ezt. Nem, egyetemenkénti döntés lenne, ez most nagyon jó, hogy önök elérték, de nyilván a 140 meg 180 ezer forint, amit említettet, abból egyszerűen nem lehet nyilvánvalóan megélni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és elmondta mindezt, és hát ahhoz mindenképpen gratulálok, vagy hát mondhatom nyilván a szegedi egyetemisták és PhD hallgatók nevében, hogy ez jó, hogy ezt el tudták kérni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Leállította Mészáros Lőrinc cége a Szeged-Röszke vasútvonal felújítását, le is vonultak a területről. Bár sem a MÁV, sem a V-híd nem ad részletes információt, de több forrásból is azt lehet tudni, hogy a MÁV biztonsági fenntartások miatt nem akarja elfogadni azt a biztosító berendezést, amelyet egy olyan cégtől szerezne be a V-híd, amely még soha nem gyártott ilyet. Mészáros cége most a munka leállításával akarhat nyomást gyakorolni a MÁV-ra. Ez a tábla építési területet jelez, de gépeket nem lehet látni, csak néhány földkupac és összetekert dréncső utal rá, hogy itt nemrég még építettek valamit. 2021. októberre óta tart a Szeged és Röszke közötti vasút felújítása, a beruházás a Szeged-Szabadka vonal korszerűsítésének része. A múlt idő nem véletlen, hisz a Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában lévő V-híd június 30-ától fölfüggesztette a vasútvonal építését. Ezért nem is lehet tudni, mikor fejezhetik be a határig tartó 13 kilométeres szakasz korszerűsítését. A szerb szakasz Horgostól Szabadkáig már készen állt, amikor a V-híd elindította a munkálatokat végző gépláncot. A Szabad Európát a V-híd alvállalkozói tájékoztatták arról, hogy a V-híd, idézzük, a kivitelezés során adódott műszaki és technikai problémák miatt levonult az építkezésről. Abban a levélben, amit a V-híd kiküldött az alvállalkozóinak, a kivitelezés során felmerült műszaki és technikai problémákra hivatkoztak. És ez egy elég általános és homályos megfogalmazás nyilvánvalóan. Teljesen konkrét részleteket az igazság, hogy én sem tudok egyelőre, de vannak olyan információink, hogy a MÁV-ban egyszerűen vitája támadt a V-hídnek, mint kivitelezőnek. Azt lehet tudni, hogy más, nem a V-híd, de mondjuk a V-híd csoporthoz tartozó Mészáros Lőrinc cég által lebonyolított vasúti beruházásban is komoly vitái voltak már a MÁV-ból, aki kivitelezőnek nagyon komoly műszaki és minőségi problémák merültek fel a MÁV részéről.
egyszerűen lekerülgessük a kását, tehát a más szerint simán minőségben dolgoznak most a cégei több esetben. A vasútvonalra eddig 45 milliárd forintot költöttek, de további 4 milliárd forinttal kell majd kipótolni az ország legdrágább vasúti beruházását. Az alépítményt, az úgynevezett betontalpfákat és a síneket már kicserélték, de például a biztosító berendezések és a Szent Mihály tereki vasútállomás még nem készültek el. Szeged és Szabadka között személyforgalom még nincsen, de a Budapest-Belgrádi fővonal felújítása miatt itt járnak, erre kerülnek a tehervonatok. Ez elég komoly zajterhelést is jelent, de sajnos zajvédő falat nem terveztek erre a vonalra, és itt Szent Mihály tereken a biztosító berendezés sincs az átkelőbe, csak egy egyszerű András kereszt. A település határában a hulladékudvarnál álló hirdetőtábla büszkén hirdeti, hogy a beruházás átadási határideje 2023. október. Ez ma már alig, ha nem csak vágyálom marad. Az sem valószínű, hogy teljesíthető a kormány ígérete, miszerint még az idén személyvonattal utazhatunk Szegedről Szabadkára és vissza. Most pedig kapcsoljuk Andó Gergely közlekedési szakértőt. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Itt az előző összefoglalóban is hallottuk, ami a hivatalos információ a V-híd részéről az az, hogy a kivitelezés során felmerült műszaki és technikai problémák miatt vonulnak le a területről. De egyébként, hangsúlyozom, nem hivatalos információk, de több egymástól független forrásból is úgy értesültünk, hogy itt a biztosító berendezések kapcsán alakult ki egy vita. Ön erről mit tud? Mással nagyon nem is tud kialakulni vita, hiszen a Mészáros csoport saját építési kapacitásokkal rendelkezik, ráadásul referenciákkal a magyar vasútépítésekre, ami itt a pályát és a felsővezetéket jelenti, meg nyilván azokat a földmunkákat, ami még ezzel jár. Technológiai újdonságot csak a biztosító berendezés, illetve a távközlés megvalósítása jelentett volna. Itt bevált már egy három cég, aki ilyen berendezéseket a MÁV hálózatára szokott szállítani. Ők kellő referenciával és tanúsításokkal rendelkeznek. A CSEH cég először próbál Magyarországon vasúti biztosító berendezést szállítani. Ennek már a telepítés előtt is nagyon komoly engedélyezési, tanúsítási eljárása van. Ez részben a MÁV, részben pedig a minisztérium feladatköre, hogy ezeket az engedélyeket kiadja, amennyiben a megfelelő dokumentációt a gyártó cég le tudja adni. Itt nagyon szigorúak a feltételek, hiszen ez a vasúti közlekedés biztonságát, a sorompók lezárását, a váltók állását, illetve a jelzőkezelést foglalja magában. Sajnálatos módon Európában ezek a biztonsági berendezések egyáltalán nem egységesek, gyakorlatilag minden országban másképpen működnek a fénysorompók, ami még akár egy laikus számára is látható, de ugyanígy máshogy működnek a jelzőberendezések is, teljesen más logikával állítják elő azt a zöld jelzést, ami végül a vonat szabad útját megengedi. A CSEH cég ezek szerint nem tudott megfelelni határidőre a vele szemben támasztott követelményeknek, és ezt a kockázatot viszont a kivitelezőnek kell állnia, aki a pályaépítést végzi. Más tendereknél sokkal gyakoribb az, hogy külön írják ki az építést, és külön a biztosító berendezések, illetve a távközlési berendezések szállítását. Ebben az esetben egy specializált szakcég szokta nyilvánvalóan elnyerni ezt a munkát, aki rendelkezik referenciákkal, és képes is akkor ezt a dolgot megcsinálni. Ennél a tendernél azonban egybeírták ki egy csomagban a feladatot, tehát a pályaépítő cégnek kellett szállítani a biztosító berendezést is, és az ő felelősségköre volt az, hogy olyan szállítót válasszon, aki ennek a feladatnak eleget tud tenni. A tét egyébként sokkal nagyobb, mint a Szeged-Röszke szakasz, ahol legalább a teherforgalom már zavartalan, vagy egyre zavartalanabb tud lenni, mert a pálya elkészült, a határőrség felvonult, a vámszervek a helyükön vannak. Itt csak az a kellemetlenség, hogy az útátjárókat kell esetleg kézzel fedezni, illetve a röszkei váltókat szükség esetén kézzel állítani. Ez egy állomásos vonalon ez még vállalható, de a Budapest-Belgrád vasútvonalon ugyanez a kihívás látszik, ott sem találtak megfelelő szállítót a vasúti biztosító berendezésre, és olyan rövid már a határidő ott is az átadásig, hogy nagyon nehéz elképzelni, hogy ezt a feladatot miként tudja az ottani konzorcium teljesíteni. A röszkei példán
ból az látszik, hogy majdnem sehogy. Arra lehet-e bármilyen észszerű indok? Ha jól értem, amit elmondott, akkor gyakorlatilag van 3 cég, amelyek rendszeresen gyártanak, szállítanak ilyen biztosító berendezéseket, de valamiért egyébként a V-híd egy negyedik céggel akar helyettük szerződni, tehát nem a bevett cégek közül valamelyikkel, egy olyannal, amelyik még nem gyártott ilyet. Mi lehet erre a magyarázat? Hát erre egyetlen magyarázat van, ez az összeg. Tehát a rövid határidő és ezeknek a cégeknek a jelenlegi munkái lehetővé tették azt, hogy a V-híd egy negyedik céget keressen, aki a határidőt is vállalja, és költségkeretben is versenyképes a másik 3-mal szemben. Tehát akkor itt lefordíthatjuk úgy, hogy az, hogy minél olcsóbb legyen, az elsődlegesebb szempont volt, mint akár a biztonság, hiszen azért merek ilyet állítani, hiszen nyilvánvalóan a MÁV pont arról nem bizonyosodott meg, hogy kellőképpen biztonságosak-e azok a berendezések, amelyeket ez a cég gyártana és szállítana. Itt a kérdést meg kell fordítani, nem a MÁV-nak a feladata arról meggyőződni, hanem a CSE cégnek szükséges a megfelelő tanúsításokat és a dokumentumokat beadni, ami alapján a MÁV ezt a kockázatelemzést el tudja végezni. Ez az első berendezések esetén akár egy több éves folyamat is lehet, ezt láttuk más gyártóknak a hazai szállításán, de itt ez annyira komplex ez a feladat, hogy itt minden egyes komponenst egyesével kell tanúsítatni, tehát minden egyes érzékelőt, minden egyes lámpát, minden egyes sorompóberendezést, hajtóművet, tehát gyakorlatilag majdnem több száz komponenst kell egyesével megfelelőségről igazolni. A nagy cégek is általában csak néhány elemet változtatnak projektről projektre, hogy csökkentsék ennek a feladatnak a nagyságát. Korábban itt ugye arról volt szó, hogy a tervek szerint ez a felújított Szeged-Röszke vonal, ezt már idén lehet majd használni. Most erre van-e még esély? A teherforgalomra most is lehet használni, a személyszállításra meg már eddig is problémákkal küzdött a dolog, mert úgy látszik, hogy a röszkei állomást nem készítették fel akkor a peronhosszra, hogy ott akár egy Budapest-Szeged-Belgrád vonat is végig tudjon haladni, aminek a hossza nyilván nagyobb lenne, mint az ott közlekedő motorvonatoké, vagy későbbi trendvonatoké. Tehát, bocsánat, nem értettem ezt pontosan, hogy nem elég hosszú Egy regionális forgalomra méretezték ezt az állomást, viszont a határőrségnek nagyon szigorúak a elvárásai, hiszen ez egy schengeni külső határ, hogy milyen hosszú peronokon kell ezt a vizsgálatot elvégezni, és milyen módon lehet azt. Azért így első hallásra ez eléggé furcsa, hogy ennyire alapvető kérdések nem voltak egyébként tisztázva itt a projekt kapcsán. Sajnos ez majdhogy nem jellemző, tehát nem a menetrendhez igazítják a pályát, hanem a pályához a menetrendet. Nem akarok olyat állítani, amit nem tudunk bizonyítani, de ahogy már mondtam, több egymástól független forrásból is ugye azokat az információkat kaptuk. Ugye pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az történik, hogy a MÁV nem akarja elfogadni ezeket a biztosító berendezéseket, a Mészáros cég pedig ragaszkodik hozzá, és akkor most fogta, abba hagyta a munkát, levonult a területről. Sokan úgy értelmezik, hogy ez egyfajta nyomás gyakorlása a MÁV-ra. Ön látott-e már ilyet egyébként? Számunkra nagyon furcsa, hogy egyszerűen egy cég ezt megteheti, hogy így próbál nyomást gyakorolni? Nagyon más módszere nincsen se nyomást gyakorolni, se a megoldást megtalálni, amikor gyakorlatilag neki nincsen ráhatása ezekre a műszaki tanúsítási eljárásokra, amik folyamatban vannak. A szerződés olyan, hogy akkor kerül kifizetésre a projekt, hogyha teljesítés megtörtént, de gyakorlatilag a kivitelező egy hatalmas kockázatot vállalt azért a cégért, amit ő választott ki, aki azt ígérte neki, hogy ezt a dolgot meg tudja csinálni. Sajnos látott a magyar vasúti piac már hasonlót. A GSMR rendszer szállításának lett több éves késése, ami viszont vonta magával a biztosító berendezési projektek szintén több éves késését. Ott a telefonhálózatot nem sikerült megépíteni a kivitelezőnek évek alatt, vagy több éves késéssel sem megfelelő minőségben. Ezért nem tudnak a vonatok a mai napig 160 km/h sebességgel közlekedni azokon az átépített vonalakon, ahol erre egyébként minden más műszaki feltétel adott volna. Ezért mondhatjuk, hogy láttunk már hasonlót, és mindig ugyanilyen komplikált, komplex műszaki feladatok esetén.
Itt ugye, amit említett is, ez a GSMR vasúti fejlesztés, ahol ugye tulajdonképpen leegyszerűsítve ilyen informatikai rendszert építenek ki a vasúthálózathoz. Ennél még egyszerűen egy sima mobil hálózatot, pont olyat, mint amit az emberek a hétköznapokon használnak, csak dedikált vasúti használatra. Uh-huh. Ennek ugyanaz a elemeke, ugyanolyan elemekből épül föl, mint a Vodafone, illetve a magyarországi szolgáltatók hálózatai. Uh-huh, persze, értem. Na most itt ezt a munkálatot, ezt ugyan nem a V-híd csinálta, hanem az Aircord Kft., de egyébként ugyanúgy mészáros érdekeltségbe tartozó cégről van szó. Itt ezzel kapcsolatban azt lehet tudni, hogy minimum egy 19 pontos hibaristát küldtek a cégnek, és egészen elképesztő hírek jelentek meg. A Szabad Európa foglalkozott több cikkben egyébként ezzel a témával, és konkrétan olyanokat írtak, hogy mondjuk a vasbetonból csak épp a vasat hagyták ki tulajdonképpen, tehát hogy nagyon komoly minőségi kifogásai voltak a MÁV-nak a cég munkájával kapcsolatban. Mennyire normális dolog az, hogy úgy tűnik, hogy elég rossz minőségben végezte azt a munkát, majd egyébként, oké, hogy egy másik cég némlegesen, de tulajdonképpen ugyanaz a kör megkap egy másik megbízást, annak ellenére, hogy már a korábbi megbízásnál is nagy viták voltak, és komoly problémák voltak a kivitelezéssel. Ezek a projektek azért egybe vannak csúszva, tehát itt több év egy-egy projektnek az átfutási ideje egyrésztről. Másrésztről sok cég trükközik azzal, hogy kierőszakolja a műszaki átadást nyilvánvaló minőségi problémák mellett, amit utána majd garanciális hibaként javít ki. Ez teljesen bevett az építőiparba, hogy ezzel nyernek időt. Tehát nem arról van szó, hogy ők ne tudnák már maga az építés során, hogy az rossz minőségbe készül el. Egyszerűen nem álltak rendelkezésre azok az elemek, amiket még be kellett volna helyezni. Úgyhogy kvázi optikailag megépítik ezeket a berendezéseket mondjuk, és utána a garanciális időn belül pedig kiavítják azokat, amikor sikerül beszerezni a hiányzó komponenseket. Ma például acélipari hiány van rengeteg szektorban, így például abban is, amik a vasbeton, vas szerkezetében a vasat jelenteni. Tehát itt azért nem egyértelmű a felelősség, nyilván beszerezhették volna sokkal hamarabb is ezeket a komponenseket, és akkor nem a véghajrába derült volna ki az, hogy nem kapható a sarki tüzértelepen. Uh-huh. Zárásként, beszélgetésünk zárásaként, ön szerint mi fog történni most a Szeged-Röszke vasútvonalon? Levonultak a munkaterületről, állnak a munkálatok, mi lesz most? Itt két kifutása van, ami az utasok szempontjából releváns, vagy a jelenlegi kivitelező és annak a vállalkozója fejezi be a munkát, vagy lesz egy elszámolás, peres eljárás, és egy új kivitelező leszállítja azokat a berendezéseket, amiket a cseh cégnek lett volna a feladata a fővállalkozóval kötött szerződés alapján. Egyik eset sem kecsegtett egy-két éven belüli lezárással. Az a szerencse, hogy ez csak egy állomást és néhány sorompót érint, tehát akár humán erőforrás bevetésével fenntartható a közlekedés, akár egy 80 km/órás sebesség mellett is, ami azért érdemi menetidő hosszabbítást tekintettel a röszkei határvizsgatra sem jelentene a Szeged-Szabadka közötti forgalomba. Bocsánat, a humán erőforrás konkrétan azt jelenti, hogy akkor majd a sorompot egy ember fogja föl lenyitogatni? Hát igen, vagy egy zászlóval, tárcsával megállítani a forgalmat, illetve Röszke állomáson a váltókezelői munkakör is még betöltésre kerül, ahelyett, hogy egy központban egy gumnyomásra állna át a váltó, valaki kisétál oda és kézzel átállítja. Hát azért egy nem kevés pénzbe kerülő felújításnál talán nem ezt várnánk el. Meglátjuk majd, hogy mi lesz az ügynek a folytatása, biztos, hogy fogunk még beszélni. Egy dolgot áruljon még el a kedvünkért, kiment egy vasútállomásra, jól látom? Nem, amúgy is pont erre jártam, Zalaegerszeg állomás látszik a háttérben. Ó, értem. Nagyon köszönjük akkor Zalaegerszegről a bejelentkezését. Köszönöm, minden jót, viszontlátásra, viszontlátásra. Önöknek pedig nagyon köszönöm a figyelmet, mindenkinek szép estét kívánok, viszontlátásra. A műsorvezetőt öltöztette a La Femme.